Szép délután kívánok! Köszöntöm a Magyar TV-adás nézőit az ÁSZ TV helyi adón. Újabb műsorra jelentkezünk ma, tartsanak hát velünk 18 óráig, és természetesen nem fogják megbánni. Kellemes időtöltést kívánok! Kedves nézőink, riportot láthatnak a 10. jubileumi Besztercei Majálisról. Fényképezte Szabó Attila, szerkesztő Szakács Bálint, riporter Kressz Béla. Várjuk Önöket, tartsanak velünk! Magyar könyveket vásárolhatnak a Magyar Házból jó áron. 7. alkalommal EU-tábor, ezúttal Marosfőn. Fizetett szorványszervezőket kérnek, iskolatáskákra iratkoznak Besztercen a Szod megyében. Kölyöknapot szerveztek Sófalván, részletek következnek. A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket, Móra Ferenc mondta ezt a könyvről. Megyékben az egyedüli hely, ahol magyar könyvet vásárolhatsz, a Besztercei Magyar Ház. Nagy választékban ajánlanak itt könyveket minden korosztálynak, gyermek- és meséskönyveket, szépirodalmi műveket, tudományos munkákat, verseskötetet, sőt, receptes könyvek is szép számban megtalálhatók. Szeretettel várnak minden könyvbarátot, mindenkit, aki könyvet szeretne ajándékozni szeretteinek a Magyar Házban, ahol a Hoppá kiadó könyveit most 10%-os kedvezménnyel megvásárolhatják. 2010. június 29 és július 4-e közötti időszakban új helyszínen Marosfőn sorra kerül a Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDS programiroda és a Szápiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által 7. alkalommal megszervezett EU-tábor. A tábor helyszíne idén változott, azonban a már hagyományá fejlődött rendezvény koncepciója ugyanaz maradt. Olyan hasznos időtöltést biztosítani az erdélyi magyar fiatalok számára, ahol a szakmaiság és a szórakozás egyaránt szem előtt van tartva. A Magyar Ifjúsági Értekezlet célkitűzése, hogy a rendezvényei által minden erdélyi magyar fiatalt megszólítson és lehetőséget biztosítson nekik az érvényesülésre. Az EU-tábor idei tematikája, amint az állás megállás nélküli cím is jelzi, a fiataloknak a szülőföldön és az Európai Unióban való munkavállalási és karrier lehetőségét ismerteti, neves szakértők, közéleti személyiségek és politikusok bevonása által. A helyek száma korlátozott, az első 150 személy jelentkezését tudják fogadni. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jelentkezés kizárólag elektronikusan történik a www.eutabor.miért.ro honlap keretén belül. További információk az eutabor@miért.ro drótposta címen. Besztercenaszod megye déli régiójának oktatási jövőjéről tanácskoztak múlt szombat délelőtt Felőrben a Betlen környéki magyar lapta falvak pedagógusai. A 22. szorványtengely műhely keretében szervezett tanácskozáson nagyenyedi és szamosújvári oktatók is részt vettek. Munkakönyves, napi 8 órás munkaidővel alkalmazott szorványbiztosokra van szüksége a szorványnak ahhoz, hogy valós és megmutató eredményeket lehessen elérni a közösségszervezés terén, mondta a Szorványtengelyek Mozgalom vezetője Szabó Csaba újságíró. Ennek a szorványbiztosi intézménynek lenne a feladata például azt a magyar iskolatáska programot lebonyolítani, amely ingyen iskolás táskát és tanszereket biztosít minden olyan nagycsoportosnak, aki magyar tagozaton kezdi az elemit. Élénk vitát váltott ki a fakultatív magyar órák óradnai ügye, illetve az ingázó pedagógusok elmaradt támogatása. Ezeknek a gondoknak a megoldását Balázs Dénes tanfelügyelőre és Décsai Attila új RMDS elnöke bízta a jelenlévő mintegy 30 pedagógus. Idén is nagy népszerűségnek örvendett Sófalván a Bocz Gábor református tiszteletes által immár 3. alkalommal megszervezett kölyöknap. Június 12-én a népes résztvevő tábor kedvére válogathatott színes és mozgalmas szombat délutáni programból volt énektanulás, rajzverseny, tánctanulás, erőpróbák, ahol a résztvevők két csoportban óvisok és iskolások mérhették össze erejüket és megmutathatták ügyességüket. Skander, csutkodobás, pálcával való egyensúlyozás, tollaslabda, asztaltenisz,
Számítógép csata, énekverseny és táncverseny, mindenki igyekezett a saját tudása szerint legjobbat nyújtani a próbák lebonyolítása során. A versenypróbák nyertesei díjazásban részesültek, illetve mindenki részvételi emléklapot kapott az esemény támogatóinak jóvoltából. Kommunitász Alapítvány, Besztercenaszód megyei és Besztercen városi RMDS. A délután a vacsora elkészítésével és elfogyasztásával, illetve énekléssel fűszerezett tábortűzzel zárult. Ezek voltak híreink. Éve annak, hogy a besztercei Madisz kezdeményezésére felelevenítették egy már kihaltnak vélt helyi hagyományt, és megszervezték az első besztercei magyar majálist a régi majálisok helyén, a Schullerwald erdő szélén. Azóta minden évben gyarapodott, bővült, ma pedig nem csak Besterce, hanem a megye magyarságának egyik legkedveltebb és legnépszerűbb rendezvénye. Az idén június 6-án vasárnap tartották meg a 10. jubileumi magyar majálist. Erről láthatnak összeállítást mai adásunkban. Jubileumi besztercei magyar majálison újra a Láncszemlő Egylet tagjai között. Jó napot kívánok mindenkinek! Jó egészséget! A besztercei nőegylet az, aki évek óta hűségesen, kitartóan, sőt makacsul főzi a gulyást a besztercei majálison. Szilágyi Zsolti sorban Csaba közül. Egy pár szót a 10. jubileum a majálison. Rémán Szabival, Észvédik Szabatos István Zoltán. Gábor Zsolt, mivel késik, következik. Elég sok személynek készítettünk enni. A nőegylet is derekasan kivette a részét. Tehát kezdve attól, hogy egyszer szerdán délután a salátát készítettük el, utána csütörtökön a hagymát megpucoltuk, megpároltuk, utána pedig persze szombaton reggel 9 órai kezdettel az RMDS székházában derekasan megdolgoztunk délután 3-ig, ameddig a krumplit, a disznó és meg a madarast összevágtuk. Szeretettel jöttünk ki, és gondoljuk, hogy fiatalok, hát, hogyha átennék a mesterségünket, mert már 10 éven keresztül...